Sok fogyni vagy izmosodni vágyót leginkább az riasztja el, hogy nincs tisztában az edzőtermi gépek használatával. Ez azonban Pécsett ezentúl nem lehet kifogás, hiszen ingyenes nyílt napokat szerveznek a Cutlerben. Ezeken az alkalmakon szakképzett edző magyarázza el, hogy melyik gép mire való, és hogyan kell azt helyesen használni, illetve táplálkozási tanácsokat is kapnak a jelentkezők, teljesen ingyen. Az első nyílt nap február 5-én volt. Ennek a lényege az, hogy megpróbáljuk az emberekkel egy kicsit megismertetni a pontos géphasználatot. Tehát azért 30 éve vagyok a szakmában, és látom, hogy közel a 70%-a nem tudja, mit csinál, nem tudja, miért edz, nem tudja, mire edz, és eléggé szabálytalan. Most ezt a nyílt napot mi kitaláltuk, hogy segítsünk teljesen ingyen és bérmentve megmutatni, hogy legyen értelme, kapjon értelmet az egész, mert azért elég nagy a keszekuszaság, és azt győzöm hangsúlyozni, azért ez egy veszélyes üzem. Ha itt valakiben rosszul rögzülnek a gyakorlatok, és később egyre erősebb lesz, abból komoly sérülések lehetnek. Itt leginkább a túlsúlyosak voltak, hála Isten, ők, hogy mennyi idő alatt fogynak le. Tehát itt mindig azt szoktam mondani, hogy akkor nem voltak türelmetlen, amikor feljött, most nagyon türelmetlen mindenki, aki fogyni kell, illetve az étkezésről beszéltem ma nagyon-nagyon sokat, mert az a 70%-a is, ez nem közhely, hogy ez csak úgy önmagában nem elég. Ha nem változtatunk életmódot, akkor nem lesz siker, nem lesz eredmény. Szakács Lilla sportos családba született. Az első edzőtermi lépéseket édesapja segítségével tette meg. Indult már korosztályos fitnessmodell versenyeken is, jelenleg az érettségire készül. Kiskorom óta sportolok, mindig így az életem részét képezte. Edzőterembe olyan 13 éves koromban kezdtem el körülbelül járni, és ide a Cutlerbe nyitás óta, azt hiszem 5 éve talán most már. És az eleinte ugye apa segített mindig így, hogy helyesen kivitelezzem a gyakorlatokat, most pedig már egyedül edzek általában. Nekem is nagy célom, hogy majd egyszer edző lehessek, és én is segíthessek embereknek. Hogyha van rá lehetőségem, akkor minél előbb nyitásra idejövök reggel, hogyha mondjuk nincsenek első óráim, általában délután és hétvégén, hogyha időm engedi. Néha előtérbe kell az egyiket helyezni, ami most jelenleg érettségire készülve inkább a tanulás, úgyhogy a héten is elég hiányosak voltak az edzéseim, de hát valamit valamiért. Jelenleg hát off-szezonban vagyok, elég hosszú off-szezonban már, 2019-ben versenyeztem utoljára, jövőre szeretnék. Noémivel legutóbb a tavaly novemberi fitnessmodell válogatón találkoztunk. Akkor azt mondta, a legfőbb célja a Szakács tímbe bekerülni és tavasszal versenyezni. Noémi álma megvalósult. Az első versenye április 30-án lesz. Hivatalosan a Szakács tím csapatába bekerültem, én is ezennek készülünk a tavaszi szezonra. Nagyon izgatott vagyok, mert kíváncsian várom a felkészülésemet, és most már igazából hivatalosan a versenydiétában vagyunk, ami elég kemény megvonásokkal jár, illetve elég kemény heti edzésekkel is. De úgy gondolom, hogy még nagyon jól bírom. Megpróbálom magamat lelkiekben felkészíteni. Biztos lesznek nehéz pontok, mert azért most is vannak, de próbálom mindenben a pozitívumot megkeresni. Az ingyenes nyílt napot a tervek szerint minden hónapban megrendezik a pécsi Cutlerben. Az első alkalom zárásaként a Szakács tím tagjai tartottak bemutatót.